Hányan vannak a románok? Kovács Árpád szerint. Ne vegyék figyelembe. Annyian sincsenek. Ha a román népszámlálást megnézik, hogy hány lélek él ebben a pillanatban Romániában, 21 millió és 200 ezer körül van, de nekem nem ez volt a kérdésem. Hogy hány román van Romániában? Tudják, hogy hány román van Romániában? Igen, van jelentkező, mennyi van? 3,5 millió. Egyesek azt mondják, nagyon jó, 3,5 millió. A megengedőbbek azt mondják, hogy 4,8 millió. Fogadjuk el ezt a 4,8-at. Tehát Romániában 4 millió körüli román van. De kik vannak legtöbben? A cigány. Ennyien már megint cigányhoz. 6 millió cigány van, itt számokba beszéljünk, és akkor eszünk. De milyen okosak a román politikusok? Ugye is? Itt mondanak, hát mi is Európai Uniós tagok vagyunk. Hát micsoda dolog ez, hogy itt 6 milliót nekünk kell eltartani 18-20 nap, tehát sajnos le vagyunk a 21-től a 6-adok, a május 15, nekünk kell eltartani. Ezért oszlassuk szét Európai Unióba. Micsoda fantasztikus ötlet, amikor majd Skandináviába, Belgiumban szépen szétosztanak. Ugye vették észre, kezdenek osztani, elmentek Párizsba, milyen idegesek lettek tőle. Hát segítség, kedves testvéreim, azt, hogy az Európai Unió egyenlőségét és minden közös teherviselését az Európai Unió elvei szerint végezzük. Hát ott elég sok cigány ember él, és mennyi magyar él Romániában. 2,5 millió, amit nagy valószínűség kell bizonyítani, és kik azok a moldovának? Kik azok a moldovának, mert azok is vannak, hogy 5 millióan, ugye? Akkor javaslom, hogy aki szokott önök, tudom, hogy van, aki Csíksomlyói búcsra szokott járni. Majd a következő alkalommal adjon rá időt, hogy átmegy a keleti Kárpátokon, és elmegy Moldáviába 300 kilométeren így keletre egy éjszakra, ott a, rögtön az orosz határ mentén. Tudják, mit találnak? Magyarokat, magyarul beszélő falvakat. De végig még mennek az úton, menjenek be minden temetőbe, és nézzétek a fejpákat, milyen nevek vannak oda írva. Hát románul ilyen bíró, szabó, ugye sapó, kocses, ilyen neveket találnak. Egyetemi tanárnő még kérdezt, tudják, hogy miért mondtam el? Kik a polgárok? Tudják-e, hogy kik a polgárok? Antropológiai szempontból, tehát származásilag. Igen? Fekete hunok. Hunok. Hunok, akik elvesztették a nyelvüket, elhagyták identitásokat és elszlávosodtak. Ki a moldovánok, hunok, akik nem mindenhol vesztették el a nyelvüket, mert hogy a hunok is magyarul beszéltek. De mi is ebben a nagyon-nagyon érdekes, amikor Koppány testvéreim szokták kérdezni, te kihez tartozom, Istvánhoz vagy Koppányhoz? De kinek az elvét hallott? Én elárulom, az én véremben Koppány és István 50-50%-ban van. Hol Koppány vagyok, hol István vagyok, mert mind a kettő ősök. De el tudják képzelni, hogy mit jelentett 1000 évig megtartani ezt a hazát, hogy megtartottuk a nyelvünket, ugyanúgy ott vannak a polgárok. Mi volt István nagy dilemmája?
Egyik oldalon a szláv tenger, másikon a német tenger. Honni tudta a nagy fenyegetést? Van hölgyeknek gyermekük? Ki tanítja a gyermeket? Az édesanyja. Istvánnak milyen származású édesanyja volt? Géza, felesége volt, Bajor Gizella. Német, és Bajor Gizella feleségét. Szerette az édesanyja István, nagyon szerette. És a felesége valószínű nagyon szerette. És a férfi ember kire hallgat leginkább? A tanárára, a professzorára, a papjára, vagy a feleségére? Vagy az anyjára? Tehát István a szerető édesanyjától és a feleségétől kapta az információt, mire lehet számítani. Megváltozott a világ eszemében. Megszűnt az éhénység, és hihetetlen módon szaporodtak. Ugye ott volt, hát volt már egy támadás nekünk Lajos idejében, 907-ben. Időbb lejárt, látom. Befejezem, mert ez a vége. István dilemmája az volt, hogy nyugathoz csatlakozzunk, vagy kelethez a szláv tengerhez. És István azt mondta, nem, magyarok maradunk. És ma is ez a kérdés, hova csatlakozunk. Mi nem csatlakozunk se nyugathoz, se kelethez. Mi magyarok vagyunk, és az is maradunk. Köszönöm Önöknek a türelmet. Egy kicsit nehéz volt, mert innét is csippentette, onnét is csippentette. De ez a gyönyörű szemüveges hölgy, aki ott ül velem szembe az édesapja és feltenül az édesanyja között, van vagy 10 éves, 11? Mennyi? 12 lesz, nem se kár. Igen, ebben a korban egy picit ráteszünk, aztán ha már édesanyját kérdezi, lehet, hogy ő egyetlen nevelő lesz szívesen. Ez a gyermek hallgatott. Ő neki köszönhet a legjobban, meg még körbenézek, ott is van egy gyermek, aki hallgatott. Nem biztos, hogy mindent értek, de ahogy látom a mellőrezem a trikón azt a valamit, valós szívű, hogy sokat értett abban, amit mondtam, és körbenézek, mert már fiatal emberek is vannak, már 12-13 évesek, és látják, ez lenne a feladat. A gyerekeket megtanítani, az unokákat megtanítani, az elfelejtett dolgokat fölkincselni, és tudni azt, hogy mi se jobbra, se balra, hanem ott vagyunk, középen, hol a szívünk, egész vagyunk, kell a jobb kezünk, meg a bal kezünk, meg a szívünk, meg az agyunk, és mindannyian magyarok vagyunk. Az összetartást kell mi előbb megtalálni, a közös szélt Isten felé is, meg a haza felé is. Én hazafelé megyek, Isten megáldja Önöket. Itt állítólag könyvek, itt van a Karin Szőkiadó, aki könyvet venne és kívánna, hogy én aláírjam, hogy valahol kint aláírom, de köszönöm a türelmüket, köszönöm a csöndet, és higgyék el, itt van az Isten. Mert csönd és béke volt. Nehogy elszavarják a tapsal. Vigyenek haza belőle egy picit, és legyenek büszkék a magyarságukra, és aki úgy gondolja, hogy magyar gárdatak, az arra legyen büszke, aki meg jobbikos, az arra legyen büszke, csak ne felejtse el soha közös szél. Isten áldja Önöket, Isten óvja Önöket. Nincs taps. Köszönöm.